műsor kiemelt támogatója a Marosvásárhelyi Toyota. A vendéged leszek, s te a vendégem. Lássuk, ki fogad most engem. Jó napot, megjöttem. Jó napot, megjöttem. Sokan gondoljuk azt, hogy bőven elég teljesíteni a szakmai és magánéleti szerepeinkkel járó feladatokat. Arra már nincs időnk, hogy sportoljunk, hogy egy különlegesebb hobbinak hódoljunk, vagy akár közösségi szerepet vállaljunk. Éppen ezért kis irítséggel vegyített csodálattal nézünk azokra, akiknek ez mégis sikerül. Ilyen dr. Zsigmond Zsolt is, aki mind a mellett, hogy fogorvos, városi tanácsos, még az is belefér az életébe, hogy a Szászrégeni futballklub és a helyi motoros klub elnöke legyen. Hogy csinálja mindezt? Nos, erre próbálunk most fényderíteni. Mozgalmas, de annál érdekesebb napnak leszünk tanúi. Tartsanak velünk! Sziasztok! Na, hát akkor műtétről ki? Igaz? Igen. Na, szervusz, Balics Petra! Igen. Nagyon örülök. Hosszú műtéten vagy túl? Nem volt annyira hosszú. Aha. Egy teljes alsó szájrehabilitáción vagyunk túl. 6 implantátumot vittünk be. És paciens jól van, ez a lényeg. Igen. A rakérnének még titeket, várjatok egy picit, átöltözött lemosdó, és akkor folytatjuk majd. És akkor indul a közös napunk. Igen. Jó, szuper. Rendben van. Márunk okay. Kész. Oké. Okay. Ez az eredeti szakmád. Fogorvos vagy. Igen, az eredeti szakmám az fogtechnikus. Igen. Utólag lettem fogorvos, tehát elvégeztem előtte a fogtechnikát. Körülbelül egy évet praktizáltam fogtechnikusként, utána katonaság és utána fogorvosi egyetem. De hogy lehet kitűnni a többi kollega közül? Rengeteg fogorvosi rendelő van. Igen, sok a fogorvosi rendelő, de én úgy vagyok vele, hogy nem feltétlenül akarok én kitűnni. Hát mindenki, valószínűleg a kollégáim is jól dolgoznak, valószínűleg ők is megteremtik a megfelelő körülményeket a pácienseknek. Szerintem mindenkinek van hely, mivel hogyha nem lenne hely, több rendelő nem nyílna. Na, nincs több hely, oda nem nyitnak több rendelőt. Viszont ez az implantálás, amit mi csinálunk most, azonnal megterhelhető implantálás. Ez azt jelenti, hogy a páciens az implantálás befejeztétől a maximum 8 munkanapon belül, de akár minimum 3 munkanapon belül is teljes fogazattal távozik a rendelőből. Mondd el nekünk, hogy ma mit fogunk csinálni. Hát, hogyha azt szerettétek volna látni, hogy milyen egy embernek a megterhelt napja, akkor azt most meg fogjátok látni. Nem éppen minden napom ilyen. Azon kívül, hogy fogorvos vagyok, helyi tanácsos is vagyok, és pont ma tanácsülésünk van, utána meg lemegyünk a klubhoz, és onnan majd hazamegyünk, és akkor onnan jön a következő élet, a motoros élet. Tanácsos úr, a polgármesteri hivatalba találkozunk legközelebb. Így van. Hogy jött a politika az életedbe? Hát a politika az életembe onnan indul, hogy édesapám is helyi tanácsos, illetve megyei tanácsos volt. Lényegében a Szászrégeni RMDSZ-nek anno 90-91-ben alapító tagja volt. És ugyebár ilyen családi hagyományként is próbáltam folytatni. Az aktuális polgármesterrel együtt kezdtük a helyi RMDSZ-be a tevékenységünket, tehát együtt kezdtük ezt el, és azóta is ez így folytatódik. Nebe is jött a polgármester úr, akiről pont beszéltem.
elvittem a babát. Köszönjük, hogy megengedted. Nem, hogy... dehogy is. Én is még egyszer. Köszönöm szépen. Egy kávét kértek, mi is. Köszönjük szépen, nem, mert sietünk, mert ha jól tudom, időbe kell legyünk. Főleg mi siet. Főleg Zsolti a tanács, a gyűlös elnök is. Mi az, ami motiválja az embert? Pont abból kifolyólag, amit említettél, hogy ugye akár a civil szakmája mellett a közösségért felelősséget vállaljon, hogy igenis ezeket az akadályokat leküzdve folyamatosan tegyen a közösségéért. Őszintén a legfőbb motiváció szerintem a szükség. Szükség van ránk, szükség van olyan emberekre, akik a munkájuk és családjuk és bármi más mellett időt szorítanak arra is, hogy a közösségért harcoljanak. Ez esetben a közösség alatt értem a szászrégeni magyarságot, de nem csak. Azt is tudni kell, hogy volt 8 év szürkeség, tehát ki kellett bújjunk ebből a szürkeségből, és tényleg most felfele ívelünk, mert ez a város nagyon el volt anyagolva. Na hát én nagyon remélem, hogy ez a munka is eredményes lesz, meg hogy akkor most megvan az esély, és akkor sikerül. Végeztünk itt a polgármesteri hivatalban, most itt hagyjuk Zsoltot, hogy részt vegyen a tanácsülésen, aztán pedig várjuk, hogy menjünk a focipályára. Azon kívül, hogy tanácsos vagyok, a helyi foci csapatnak, az Állandó Szászrégennek vagyok az igazgatói tanácsának az elnöke. Közel áll ezek szerint a szívedhez a dolog, hogyha te ezt bevállaltad? Hát, igen, mivel hogy nekem az egyik fő hobbim, motorozáson kívül az a foci, sőt a motorozásnál sokkal régebbi hobbim, ugyanis én is fociztam, most is focizok, természetesen nem nagypályás szinten most már, de fociztam én nagypályán is. Mivel jár itt a te feladatod? Az én feladatom az lényegében arról szól, hogy megteremtsük a csapatnak azt a lehetőséget, tehát lényegében az anyagi hátteret, mivel hogy a hivatal és a helyi tanács a fő szponzora, magyarán a tulajdonos a klubnak, lényegében én vagyok a kapcsolattartó személy a polgármester és a klub igazgatósága között. Az Aventúr az nem csak ebből áll, tehát ez a nagy csapat, amit itt látunk. Edzőstől, kapusedzőstől, játékosok, kapusok, minden. Más harmadosztályos csapatoktól eltérően nekünk egy komoly bázisunk van, egy komoly gyerekbázisunk, tehát egy foci akadémiának is lehetne ezt nevezni. 3-4-5 éves kortól kezdődően minden egyes korosztálynak edzője van, és egy csapatra való, vagy akár több gyerek is itt edz és itt tanul focizni. Hogy bírod? Hát, de nem érzed nincs, úgy néha, ne hogy túl sok? Érzem azt néha, hogy jól esik pihenni. Egy cseppet, akkor pihenek. Nem érezted még egyszer se úgy, hogy most akkor egy kicsit ilyen prioritási sorrendet választasz, és valamit le fogsz építeni? Dehogy nem, és próbálok is amúgy prioritási sorrendet választani. Vannak olyan helyzetek, amikor ez megvalósítható, meg lehet valósítani, vannak olyan helyzetek, amikor egyszerűen kell úszni az árral, mert nincs más, amit csinálj. Ha csak úgy, ahogy mondod, valamit nem adunk fel ebből. Őszintén nagyon szívesen nem adnék fel semmit még egyelőre. Mennyire vagy lelki ember? Tehát mondjuk mennyire visel meg egy ilyen hosszabb nap után, ugye különböző helyeken különböző nagyságú felelősséget vállalsz, mennyire viszed haza ezeket a feszültségeket? Abszolút sem ennyire. De legalábbis az én szempontomból. Választani. Lehet, hogy a feleségem jobban el tudna mondani, de szerintem... Igen, nem. Egy szerencsés ember vagy. Na, szuper! És akkor innen megyünk tovább. Megyünk tovább, igen. Hello! Na, hello! És akkor most megmutatod a... Két büszkeséget, a kutya meg a motor. Ő Arni.
fia Arni! Arni egy 3 éves, közel 80 kilós, közép-ázsiai kan juhászkutya. Szóval ő általában az udvaron szabadon van, mindig mikor jön valaki, akkor bezárjuk. Uh-huh. Nem annyira agresszív ő, de sose lehet tudni, mivel hogy elég nagy testű kutya. Uh-huh. Megyünk tovább. Akkor itt megmutatom nektek a másik büszkeségemet. Ilyen. Így van. Wow, és na, akkor itt szóval van. Itt van a motorom. Aha. A nagyobbik motort kell nézni, az az enyém. A kisebbik egy barátomé, aki megkért, hogy tarthassa itt a motrát. Ez a motor, ez egy 1700 köbcentiméteres Harley Davidson Road King. Imádom. Ez volt az álmom, hogy ez egy Harley Davidsonom legyen. Uh-huh. Na most nem annyira rég teljesítettem. Honnan jött ez a szerelem, Zsolt? A motorozás? A motorozás? Hát gyerekkoromban is motoroztam már. Kisebb, nagyobb motorokkal. Nem volt saját motorom, haverjaimnak voltak motorjaik. Mindig is szerettem motorozni, aztán 2008-ban az unokatestvéremtől átvettem egy motort, lényegében azóta az első motorom, egy 650-es Aprilia Pegaso. Mit jelent a számodra, mennyire kapcsol ki, vagy milyen érzés az, amikor... Teljesen, tehát ez, amikor felülsz egy ilyen motorra, most nyilván többi motoroknak is megvannak a varázsaik, tehát a sportmotorozásnak, a terepmotorozásnak, a túraendurónak, túrázás, minden motornak megvan a maga varázsa. Számomra ez a nagy túra, chopper, ez adja meg azt az érzést, főleg egy amerikai motor, ami ráz, zajos, nem kell vele gyorsan menni ahhoz, hogy élvez, tehát megy 200-zal is, de simán 80-90-100-zal lehet élvezni a motorozást, mármint az én szempontomból. Van egy motoros klubunk, Szanszof Attila RC, az a neve, az RC az a Riding Clubot jelenti. Szanszof Attila az azt jelenti, hogy Attila fiai. Rá van írva minden a mellényre. Igen, én vagyok az elnöke a klubnak, itt is írja valahol. Igen, ez a First Five, ez azt jelenti, hogy az alapító 5 tag közül vagyok. Ez a klub, ez meg én vagyok, a nevem. És a hátamon rajta van ugye a klubnak a úgymond patch-e. Itt azért használgatunk azért angol beütésű szavakat is, mivel hogy ezt mindenki tudja, hogy a motoros klub, úgymond szubkultúra, az Amerikából származik, második világháborúból visszatérő veterán katonák alapították annak idején az első motoros klubokat Amerikában. Na, hát akkor irány, halljuk! Na szóval ez a klubházunk. Hú, nagyon vagány! Azt a mindenit! Szerdánként itt szoktunk találkozni, megbeszélni a motoros klubbal kapcsolatos ügyesbajos dolgokat, motorozásokat, motoros túrákat, de nem csak, mert tehát mi nem csak motoros klub tagok, illetve kollégák vagyunk a motoros klubban, hanem barátok is, tehát összejárunk hétvégente, szabadságulunk együtt, akár szilveszterezünk együtt.
De hosszabb motoros túrákat is megtárgyalunk, megbeszéljük. Idén például Kárpátalján voltunk egy közel egy hetes motoros túrán. Egyik legfontosabb tevékenységünk a nagyfülpösi motoros találkozó, motoros felvonulás, ami az ottani szivárványházban ellátott gyerekeknek a megsegítéséről szól. Hogy itt is te vagy az elnök? Te egy ilyen vezető egyéniség vagy, hogy így mindenhol megválasztolok valószínű, hát úgy vagyok én az elnök itt is, hogy ugye az öt alapítottak közül, akik megalapítottuk ezt a klubot annak idején, szerintem egyszerűen abból az okból kifolyólag, hogy én voltam a legidősebb, ezáltal a legtapasztaltabb is nyilván. Mi hajt téged, hogy ennyi helyen tényleg helytálsz, meg ide is este még van erőd eljönni, meg mindig pozitív vagy, meg tele vagy energiával. Hát ide, van valami mottód? Hogy ide erőm van eljönni vagy sem, de nem arról van szó, hogy erőm, örömmel jövök. Van még olyan dolog, ami nincs kipipálva? Ami még tervben van? Az életemben? Há, hogyne? Rengeteg. Na, csak párat mondjál, hogy mi az, amit legközelebb nagyon szeretnél még. Hát elsősorban most már nagyon szeretnénk gyereket, mivel a gyerekünk az még nincs. Valószínű, hogy emiatt is, hogy annyi minden volt a fejünkön, annyi mindennel foglalkoztunk. Értem, tehát a következő nagy projekt a gyerek. Na gyere, mutasd meg nekünk itt a klubházat, hogy... Ez a közös terem, ahol amikor buli van, itt van a buli, mikor haverok jönnek, ide ülnek le, ott látható egy színpad, a zenecuca miénk, arra büszke vagyok. Ez arra jó, hogy amikor egy ilyen kisebb fajta, vagy akár nagyobb zenekar eljön a klubházba, nem kell cipeljék a cuccokat, egyszerűen csak bekötik a gitárokat, és mehet a zene. Nagyocska zenekarok is megfordultak nálunk a klubházba, Pokolgép, Kalapács Józsi, Rudáncsó, Republik. Na most a Republik nem itt zenélt, nyilván ezen a kis színpadon, hanem régen bezenéltek egy nagy színpadon, a Városnapok alkalmával, és utólag ide jöttek. És micsoda motorok vannak itt? Igen, itt ilyen őskori motorok vannak. Ez például egy 1937-es, ezen a 37-es DKV, az egy 77-es vagy 78-as MZ. Nagyon. Na és ide, itt szoktunk rekreálódni, lehet pingpongozni, lehet biliárdozni. Na itt a falon, ami látható, az a szokás, hogy egy klub megünnepli a születésnapját. Na most olyankor egy ilyen emléktáblával gratulálunk az illető barát testvérklubjainknak, akikkel szorosabb kapcsolatban vagyunk. Itt látszik a születésnapunk alkalmából, miket kaptunk. Benne vagyunk egy székelyföldi motoros összefogásnak nevezett, öt klubból álló egyesületben. Velük együtt amúgy van is egy nagyszabású rendezvényünk, a Szentegyházi Motoros Találkozó, amit ugyanúgy két éve már nem rendeztünk meg a Covid miatt, de az egy nagyon nagyszabású és eléggé nagy sikerű motoros találkozóvá nőtte ki magát az évek során. Itt ez a tárgyaló, és itt szoktuk megtárgyalni a klubnak az ügyes-bajos kérdéseit. Micsoda asztal! Ez a kerekasztal, ide ülnek le a kerekasztal lovagjai, ez az én kalapácsom. Itt vannak a klubtagok. Itt egyébként láthatják az EDTV nézői Andort is, akit nagyon sokáig nyomon követhettek külföldön motorozás közben. Pont nincs mindenki rajta, mert még azóta lettek újdonsült tagok, akikről nem készült még ilyen fotó. És körülbelül dióhéjban ez lenne a elnézést.
Ezt elfelejtettem lehajtítani. Az, hogy megszólalt a telefonja, és ez egy motorbugás. Tehát, hogy... Igen, elnézést, nagyon jó. Hakítottam le a nem, telefon. Nagyon jó, szuper jó volt. Kiemelt támogatója a Marosvásárhelyi Toyota.